A Szent Pál Marista Általános Iskola újraalkotó címmel hirdetett pályázatot óvodásoknak, iskolásoknak. Mint Misi testvér elmondta, hagyomány, hogy év elején megemlékeznek a névadóról, és ehhez van pályázat is. Minden évben van egy pályázat. Próbálunk a Szent Pál személyiségéről valamit kiemelni, vagy kihangsúlyozni, és idén, szóval minden évben van egy rajzpályázat, idén egy kicsit más, kicsit kreatívabban hirdetjük egy olyan másfajta pályázat, ami majd megnézik a nézők, hogy miről van szó. Csak annyit akartam mondani, hogy Szent Pál azért volt az iskola Szent Pál, mert akkor kezdődött az iskola, katolikus iskola, amikor a Szent Pál éve volt. És akkor mi nagyon örülünk, hogy a mi példaképünk Szent Pál, és próbáljuk ezeket a gyerekeknek átadni. Az iskolában Szent Pál népe felé történő nyitottságát próbálják a gyerekeknek átadni, mert az ő személyisége példa a mai fiataloknak is. Ő minden néphez fordult, nem csak az Izrael népnek, egész Európában utazott, és mi ezt a nyitottságot szerintem próbáljunk hangsúlyozni és tovább adni a gyerekeknek. Amikor a Marista rend lett az iskola fenntartója, lehetett volna találni más, mondjuk, nevét az iskolának, de ezt az iskola, amikor katolikus lett, volt Szent Pál, és mi azt gondoltunk, hogy nekünk ez pontosan megfelel, mert nem kell mondanom, hogy Szent Pál személyisége nagyon vonzó a mai embernek és a fiataloknak is. Balog Edit Judit tanítónő elmondta, az újraalkotó pályázat célja a kidobásra váró dolgok újrafeldolgozása volt. Ez szorosan kapcsolódik az iskola ébredj mottójához, amivel arra hívják fel a figyelmet, hogy a szemét jó részéből még lehet hasznos dolgokat készíteni. Ebben az évben picit módosítottunk a már korábban évek folyamán többször meghirdetett pályázatunkon, és most nem rajzpályázatot hirdettünk, hanem az újraalkotás régi dolgok, vagy mondhatni időzőjelben szemét feldolgozása volt a fő célunk, és ennek keretében hirdettük meg a pályázatunkat, ami szorosan kapcsolódik az Ébredj című mottónkhoz, tehát tulajdonképpen azzal, hogy itt látható ez a rengeteg csodálatos alkotás. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy napjainkban ugye rengeteg szemetet termelünk, és ennek a rengeteg szemétnek tulajdonképpen nem csak kukában lenne a helye, hanem ha itt végignézünk, akkor látható, hogy micsoda csodálatos játékokat, használati tárgyakat, díszeket lehet belőle készíteni. És tehát ebben az évben nem csak rajzokat vártunk, természetesen majd lehet látni, hogy azok is vannak, amin szintén az újrahasznosítás tükröződik vissza, hanem kézzel készített, technika órán elkészített dolgokat. Na most természetesen ez nem csak technika órán készült, mert ha megnézzük, itt több órán át készülhettek nagyon sok dolog, és ezt megelőzte nyilván minden gyermeknek már egy gyűjtőmunka, illetve nem csak gyermeknek, mert az érdekessége a pályázatnak, hogy természetesen a szülők is segíthettek, hiszen nyilván egy alsós gyermektől nem lehet azt elvárni, hogy ő ezt egyedül hozza létre, de nyilván benne van a kezenyoma, a lelkesedése, úgyhogy hosszú-hosszú gyűjtögetést, ötletelés után születtek meg ezek a munkák. Amikor a zsűri végigvonult tegnap, és mi is megnéztük ezt a sok-sok alkotást, megállapítottuk azt, hogy milyen érdekes, hogy a kis elsős, másodikos, harmadikos gyerekek még rengeteg mindent gyűjtenek. Tele vannak ötlettel, azokból csodálatos dolgokat készítettek. És 5.-6., de főleg 7.-8. már sajnos ez a nagy kedv, ez lecsappan, és ők kevesebb munkát küldtek be, de az alsós gyerekek imádják ezt, és nagyon-nagyon élvezték. Az én kis osztályom is készített, és nagyon jó volt látni, mert a fotókkal illusztrálták a szülők, otthonról küldtek be fotókat, hogy az egész család együtt dolgozott. Tehát végül is ez egy közös alkotás a legtöbb esetben. A kézzel készített dolgok egy része
technika órán készült, de sokan otthon családi segítséggel alkottak. A díjazásnál fontos szempont volt a tárgy használhatósága és a ráfordított idő is. A díjazásnál természetesen figyelembe vettük azt, hogy amit alkotott, amit létrehoztak, az leginkább legyen használati tárgy, tehát tényleg tudjuk használni, ne csak porfogó legyen úgymond a polcon, hogy mennyi időt vehetett az igénybe, és azt is néztük azért, hogy tényleg abban az az adott korcsoport tényleg ő is tudott venni részt benne, vagy leginkább csak a szülő, tehát ez egy ilyen bonyolult folyamat volt, mert azért nyilván mérlegeltük, hogy azt az adott tárgyat melyik. A zsűri Szabó Péterné gyermekkönyvtáros, Reni testvér és Szentpéteri Dániel egyetemista az alábbi döntést hozta. Az óvodás kategória nyertese Szabó Berta a Csokonai úti óvodából, második Pandur Dorottya és a Méhecske csoport a Szím óvodából, harmadik Balog Lara a Táncsics 19 óvodából. Az első-második évfolyam nyertese Kis Lia, második B-osztályos tanuló a Györfi István katolikus általános iskolából. Második Nagy Csaba Botond, második A-osztályos tanuló, a KIAMI kiskulcsosi tagintézmény tanulója, valamint Pintér Tamás és Pintér Tibor, harmadik A-osztályos tanulók a karcagi Nagykun református általános iskolából. Harmadik helyen végzett Mándoki Réka, első A-osztályos tanuló a karcagi Nagykun református általános iskolából, és Nagy Dominik, második B-osztályos tanuló a Györfi István katolikus általános iskolából. A harmadik, negyedik évfolyamnál első lett Lőrinci Mátyás, harmadik B-osztályos tanuló, a karcagi Nagykun református általános iskola tanulója. Második lett Horváth Arabella, harmadik B-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskolából. Harmadik lett Nagy Bence, negyedik A-osztályos tanuló, a Györfi István katolikus általános iskolából. Az ötödik, hatodik évfolyamosok versenyét Somogyi Sára nyerte, hatodik A-osztályos tanuló, a karcagi Nagykun református általános iskolából. Második lett Balog Mária, ötödik B-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskolából. A 7.-8. évfolyamnál első lett Nagy Adrien Zsófia, 7. osztályos tanuló a KIAMI kiskulcsosi tagintézményből. Második lett Farkas Béla, 8. A-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskola tanulója. Külön díjat kaptak a Marista mókusok, a 2. A-osztályosok, a Szent Pál Marista általános iskolából, és Hirmán Krisztián, 7. A-osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskola diákja.